Tavaly nyáron már visszavonult a játéktól, azóta az MB2 meglepetése az ujjanszként dobogón telelő Budaörs szakmai igazgatója, a korábbi élvonalbeli támadó Tüske Roland, aki fél év fradi öreg fiúzás után a vezetői munka mellett mégis visszatér. Megye 2-ben Dunavarsában játszik, majd 40 felé közelítve, ő a vendégünk. Jó reggelt kívánok, szervusz! Roli, akárhogy is nézzük, szóval hiányzott a foci legalábbis ez a formája, hogy felnőtt be, nem öreg fiúba bevethető legyen még az ember? Mindenképpen, hát leginkább az öltöző hiányzott, illetve az öltöző hangulata. Mondhatjuk úgy is, az öltöző szaga, de sajnos az öreg fiúkban nem tudtam annyit szerepelni, amit szerettem volna, hiszen ugye elég elfoglalt vagyok a mindennapokban. Aztán történt ez a megkeresés, és erre most egyelőre úgy néz, hogy igen, mondtam. Az azt jelenti, hogy a profi korszaknak persze vége van már, de a nagypályás bajnoki játéknak meg még lehet, hogy évekig nem lesz vége? Hát évekig azt nem gondolnám azért. Mennyi időre tervezel most előre? Nem tudom. Egyelőre egy, azt gondolom, hogyha nyárig, nyárig meglátjuk, hogy ez egyáltalán működőképes -e, össze, össze lehet egyeztetni a jelenlegi munkámmal vagy sem, illetve hogy tudok egyáltalán segíteni, hogy élvezem a játékot. Tehát most ez egy próba lesz Nincs tavasszal nem. mindenképpen. Hogy néz majd ez ki? Mert neked van ez a főállásod, állásod vagy szakmai igazgató, nem akármilyen csapatnál, meglepetés csapat, nagyon jól álltok, minden, nagyon sok minden odaköt a klubhoz, száz góloddal együtt, Dunavarsányban mennyit ígértél nekik? Gólokat nem ígértem, illetve tulajdonképpen már most hálás lehetek mind a klubnak, mind a játékosoknak, hiszen olyan feltételekkel, amivel én megyek most oda, azt nem sok csapat kínálja fel egy játékosnak, ugye edzéseken nem tudok részt venni. Te, te meccs, meccsre mentél? Csak, csak mérkőzésen fogok részt venni, így van. Meglátjuk, tényleg egy próba időszak lesz. Előre is hálás lehetek, mondom a Nanarsányiaknak, hogy ezt a lehetőséget egyáltalán felajánlották. Ők szeretnének még egy osztályt ugrani? Nem tudom, mi a hivatalos álláspont. Azt tudom, hogy egy kitűnő csapat, és ugye lőtávolon belül van a, a feljutás meglátjuk. Igen, Ez a hasonló a helyzet, mint a Budaörsen újoncként áll lőtávolon belül a feljutás az a csapat. Te közben Budaörsen szakmai igazgatóként beszállhatsz a fiúk mellé, hogy kondiba tartsad magadat? Beszoktam, sajnos sokkal kevesebb szem, szeretném. Sokszor ezt hiányolják is a fiúk, ami jól esik, de, de hát sajnos tényleg eléggé erőltetett a menet, főleg ugye ami nekik holt szezon, az nekünk igazán munkával telik. Neked már tervezned kell a következő szezon budaörsét is? Abszolút, mindenképpen nálunk az a koncepció, és én ehhez ragaszkodom is, hogy előre, amennyire csak lehet előre tervezzünk, tehát attól függetlenül, hogy még nem maradtunk benne, a célunk ugyanez maradt, bármilyen szép helyen is állunk, de én már, én már a nyarat, nyarat is szem előtt tartom, és, és már nézelődök azért. Na azért ezek szerény célok, arra gondolunk, hogy tulajdonképpen Claudio Ranier is a Premier League-ben mondhatná, hát két helyen előrébb áll, mint ti, mert a Leicester City vezeti az angol első ligát, de mondhatná azt, hogy tavaly alig tudtunk bemaradni, idén is az első helyről azért a bentmaradás a célunk. Ti a harmadik helyen álltok, és ez nem álmodoztok. Hát de, nyilván. Tehát azt gondolom, hogy ez a harmadik hely, ez abszolút megérdemelt, tehát ezt a fiúk olyan teljesítmény nyújtottak, hogy ö, teljes mértékben megérdemelten állnak a harmadik helyen, de a realitás az gondolom hosszú távon az, hogy ö, mi stabil békettes csapat legyünk. Ugye ez az első évünk, továbbra is az, azt hiszem, hogy ö, ha benn maradunk, akkor elértük a célunkat. Nyilván azért merünk mi is merészebbeket álmodni. Ez azt jelenti, hogy merészebbeket mertek álmodni, hogy ha úgy adódna, és ez a parádi folytatódna, sőt, rátennétek egy lapáttal a tavasszal. Anyagi okokból, a klub háttér okán nem ugranátok el egy nagyobb feladattól? Nem, nem gondolom, nem. Tehát sem gazdaságilag, sem infrastruktúrálisan, sehogy sem férne vele nekünk, úgy gondolom, az első osztály, nem is ez a realitás. De ha meglátjuk, meglátjuk, mi hoz a tavasz. Uh -huh. Tehát akkor nem tudom, hogy tudnátok esetleg egy ilyen kis ejbár lenni, hogyha csak a spanyol bajnokságra gondolok. <síns> Meglátjuk, bár hát én Barcelona szurkolóként csak nagyba tudok gondolkodni. Úgyhogy remélem, hogy kifut ez a szerep, és nyilván a tavasz sokkal nehezebb lesz, szer menjünk idegenbe, és ugye tavasszal mindenki beerősít, aki ezt gazdaságilag megteheti, nekünk azért szerényebbek a körülményeink. A Budősben nem férnél még be a korábbi 100 góloddal együtt? Szerintem már nem. Nem? Szerintem. Mi a titka ennek a, a klubnak, ennek a keretnek, ennek a csapatnak, hogy most ilyen jó sikerült legalábbis idáig az első mb es szezonotok hangulat, közösség? Hát Budős abszolút egy speciális közeg a szó legnemesebb értelmében, tehát mindenképpen jó értelemben. Van egy borzasztóan erős, kohéziós erő mind a csapaton belül, mind a klubot tekintve. Nekem az volt a, a szempontom, illetve a, a, az elképzelés, hogy klubot kell építeni, nem pedig egy felnőtt csapatot. F-felé haladunk, és azt gondolom, hogy jó úton járunk. A klubépítés az akkor természetesen azt jelenti, hogy korosztályok, utánpótlás, egyesületi tudat. Így van, számtalan példát láttunk már arra, hogy sokan belebuktak abba, hogy csak a felnőtt csapattal foglalkoznak, illetve van egy kirakott csapat, aki ugye a legtöbb esetben a felnőtt csapat. Mi megpróbálunk mindenről odafigyelni, egészen a legkisebbekig. Anyagi stabilitás, illetve hogy álltok? Rosszabbul állunk, mint a legtöbb... MB2-es klub ugye? Nem vagytok dobogon. Igen, a vgl Azt az, az szerint nem, viszont azt gondolom, hogy tisztességesen tudjuk tartani azt, amit megígérünk, tehát ezen az úton járunk, tehát azt gondolom, hogy tulajdonképpen rendben vagyunk gazdaságilag. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt csapat, hogyha ott valaki kiugrik, jól teljesít, akkor tudomásul kell venned, hogy előbb-utóbb el fogják vinni, de neked meg úgy kell az utánpótlást építeni, hogy bármikor helyébe tudjál hozni fiatalokat. Igen, a kettő mindenképpen összefügg. Ugye a mi koncepciónk az az, hogy aki jobb helyre tud menni, illetve feljebb tud lépni, azt azonnal elengedjük. Tehát ez teljesen természetes. És próbálunk egy olyan utánpótlást kiépíteni, Ugye a jelenlegi keretünkben is van öt olyan játékos, aki, aki nálunk Mi van a fejedben ennek a klubnak a hosszú távú jövőjéről? El tudod képzelni, hogy akár tíz év múlva is ott dolgozzál, és ez egy stabil másodosztályú társaság legyen akkor is? Mindenképp. Remélem, hogy így lesz, hogy te mondtad. Abszolút ez az elképzelésem. Illetve talán annyit szeretnénk még elérni, hogy egy idő után már egy kicsit önállátóbbak legyünk gazdaságilag. Önállátóbbak? Tau témában hogy álltok? Minden szempontból jól állunk, de, 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 jelen állás szerint azért nagyban függünk az önkormányzattól, az MLS-től, illetve ugye a tau is, ami egy nagyon jó dolog, és ezt ha valaki ki tudja használni még hozzá pozitívan, az, 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 mi elmondhatjuk magunkról, hogy ezt megtettük, de, de hosszú távon én szerintem az a jövő. Tehát hogy egy, azt mondod, hogy, 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 hogy ez egy nagyon egy jó, jó regtart, meg támogatás, de piaci alapú, szponzorokkal rendelkező, pontosan. hosszú távú szerződésekkel, reklámmal és egy, tehát, tehát a valódi klasszikus piaci bevételke rendelkező klubá kellene válni. Én ezt szeretném. Általában is azt gondolod, hogy, szerint, hogy a magyar futballban jó most ez a inkubátor helyzet, de nem tart a törökké. Szerintem nem, és nem is egészséges. Nem is egészséges. Mi, mi az, ami, ami egészségtelen benne, hogyha elhúzódik sokáig? Picit talán kényelmesebbé teszi mind a, mind a klubokat, mind a vezetőket, tehát muszáj dolgozni, és a, a, én a munkában hiszek, tehát szerintem nem csak szakmailag kell dolgozni egy klubnál, hanem valóban klubot kell építeni, a jelenlegi feltételrendszer az, az rendkívül jó és nagyon kedvező, de nem gondolom az, hogy hosszú távon fenntartható. Világos, és ne kényelmesíts el a, túlvezetést, vezetést, ugyanúgy hogy a játékosokat se, se a fizetése, se az, hogy ha nem kell megküzdeni valamiért, hanem ott van biztonsággal, ez lenne a legfontosabb. Én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb a piacra kiengedjék a magyar focit. Hát te készen állsz rá, úgy tűnik, akkor a cél változatlan bent maradni. Hát elég jól látok hozzá, majd meglátjuk, hogy, hogy alakul a tavasz. Jó munkát hozzá. Köszönöm szépen. Két fronton is köszi. Én is köszönöm.